Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán! Amint látjátok, ismét egy bevásárlást szeretnék nektek megmutatni. A Lidl-ben, illetve az Aldi-ban jártunk, lesz itt egy-két érdekesség is, amiről már így a Tündérkert csoportban beszélgettünk, de arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy miket fogok készíteni a héten. Egyrészt az e-book miatt, másrészt pedig, mert közeledik a Valentin nap, és bár ennek nekünk igazából nincs nagy hagyománya, de úgy döntöttem, hogy készíteni fogok egy ilyen napi menü videót, amiben megmutatom nektek, hogy ha egy ilyen ideális Valentin napi menüt állítanék össze, akkor miket készítenék, úgyhogy ez egy ilyen eltúlzott napi menü lesz, de hogyha találtok benne egy-két olyan receptet, amit ti is szívesen kipróbálnátok, akkor én annak örülni fogok, és még így a hét elején szeretném megmutatni, hogyha esetleg szeretnétek valamit beszerezni hozzá, akkor legyen rá időtök. Úgyhogy akkor ezeket is megmondom, és hogyha felkelti az érdeklődéseteket, akkor már be lehet szerezni egy-két alapanyagot, és így nagyjából lehet tudni, hogy mit fogok amúgy készíteni. Itt van a tetején rögtön egy eper, és néztük a Lidl-ben, de ott nagyon-nagyon zöldek és csúnyák voltak, ez pedig egészen jól néz ki. Görögországból származik, és hát negyed kiló, tehát 250 g, nem egy óriási nagy súly, ahhoz képest pedig még meglehetősen drága, de úgy gondoltam, hogy így egyrészt a videó miatt, másrészt pedig, hogy jól nézzen ki esetleg fotókon, én ezt megveszem, de egyszerű, szimpla, fagyasztott eper, tökéletes lesz hozzá, de meg fogom mutatni majd a videóban is. Illetve hoztam még egy ilyen Oreo hasonmást. Ez igazából a színe miatt kellett, hogy jó kontrasztos legyen majd a fehér réteggel. Ugye egy ilyen sajtorta jellegű pohárkrémet szeretnék készíteni, mert azért fontos az egyszerűség is ezekben a dolgokban. Úgyhogy ahhoz fog majd kelleni egy kevés eper, illetve majd még itt van néhány dolog, tejszín, illetve sajtkrém. Itt van egy ilyen háromszög sajt, ez a heti szimpla reggelikhez, illetve vacsorákhoz kell, valamint ilyen zörgős, zacskóban fagyasztott dolgok, ez is a Valentin napi egyik recepthez kell. Arra gondoltam, hogy készítenék egy ilyen egészséges, energiával feltöltő, ilyen vidám színű smoothie, amihez egyrészt van itt ananász, valamint mangó, a fagyasztóban pedig van eter, és különböző ilyen savanykás gyümölcsökkel összekombinálnám, és van egy pici céklám, amit hoztam a Lidlből is, az pedig ilyen kellemesen pirosra, rózsaszínre festeni az egészet, de mégsem rontaná el az ízélményt, mert én alapvetően nem annyira szeretem a céklát, de tényleg gyönyörű a színe, úgyhogy erre gondoltam. Ezek egyébként nem olyan olcsó fagyasztott gyümölcsök, 1000 forintba kerül egy-egy ilyen tasak, de nekünk néhány hétig ki szokott tartani, főleg így, hogy összekombinálom olcsóbb változatokkal, és nem csak önmagába beleborítok egy óriási nagy ananász mennyiséget, illetve mangót. Az ananász 600 g, a mangó pedig 500. És az a jó benne, hogy tényleg sokáig el van a hűtőben, hogyha valakinél kitartana addig, illetve, hogy az utóbbi időben ahányszor vásároltam mangót, a legtöbb esetben belül ilyen szálas volt, valamint feketére már kezdett így tönkre menni maga a gyümölcs, és valljuk be, azért frissen sem a legolcsóbb, és nagyon sok része ugye ilyen szempontból kárba vész, ez pedig azért mégiscsak 100%-ban felhasználható, úgyhogy azért gondoltam emellett, illetve nektek is egy jó tipp, hogyha nem tudnátok finom érett változatot beszerezni. Hoztam végre ismét sárga zöld babot, én ebből szeretem a legjobban a főzeléket, de az utóbbi időben nagyjából egy hónapja nem lehet kapni sehol, és már nagyon-nagyon szomorú voltam, emiatt a végre az Aldiban találtam. Akciósak voltak ezek a joghurt italok, ebből három félét is hoztam, egy vaníliásat, egy epreset, illetve egy ilyen barackos marakujásat, úgyhogy ezt ilyen közösen szoktuk általában meginni, nem túl gyakran szoktam ehhez hasonló dolgokat vásárolni, de akciós volt, 220-30 forint ez a fél literes, 475 ml kiszerelés. Hoztam kókusztejszínt, mert van itthon fekete rizs, amiből szeretnék ilyen fekete rizspudingot készíteni mangóval a tetején. Erről már beszéltem nektek, de annak ellenére, hogy a mangóm, illetve maga a fekete rizs megvan hozzá, kókusztejszínem nem volt, úgyhogy végre beiktattam és felírtam, és nem felejtettem el hozni. Szintén Valentin napi menühöz szükségem volt lazacra, ami szintén nem volt kapható a Lidlbe, úgyhogy ezért kellett alapvetően bemenni az Aldiba. Itt mindig szokott lenni elég jó nagy a kínálat, és 1000 forintba kerül ugye ez a 250 g-os kiszerelés, és nagyon-nagyon szeretem. Egyébként szerintem finomabb, mint a Lidlben kapható. Illetve hát megpillantottuk Samuval
ezt a cukiságot, ezt az óriási nagy, hát ilyen rágható cukorka-szerű dolgot, amiben mindenféle ízű változat van. Ez, ha jól emlékszem, 1500 forintba került és 600 gram, és valószínűleg át fogjuk tölteni egy szép nagy üveg tárolóba, és tök jól mutat benne. Hát ez csak ilyen kis finomságként jött haza. Ebben a zöld fűszernövényekkel ellátott táskában meglepő módon szintén fűszernövények lapulnak. Ezeket a Lidlből hoztam haza, egyrészt a fotózás miatt, másrészt pedig receptekhez volt szükségem rájuk. Van itt ilyen hagyma, metélő hagyma, jól tudom, ez a neve, nem is szoktam igazából név szerint szólítani őket, csak tudom, hogy erre van szükségem, valamint bazsalikom. Hát nem volt egy gyönyörű kínálat jelenleg a Lidlben, de ezeket tudtam így elhozni, kirakom majd az ablakba, remélem, hogy egy kicsit felé illénkülnek, és meglocsolom őket, vagy nem tudom, hogy állnak, de ez nagyon száraznak tűnik, úgyhogy ezeket hoztam egyrészt. Szintén fotózás miatt kellett paradicsom, és hát ez is megint csak egy ilyen drága árkategóriájú dolog volt, de a félig éretlen, tudjátok, ezeket a nagyon-nagyon kemény, ízletlen paradicsomokat nem is akartam elhozni, akkor úgy voltam bele, hogy egyrészt a fotók miatt, másrészt pedig, hogy akkor kevesebbet hozok, de legalább legyen finom. Ezt hozom inkább el. Az új hagyma megint gyönyörű volt, úgyhogy hoztam belőle egy ilyen kis fürtöcskét, csokrocskát, és itt vannak azok az említett céklák. Nem, ezek még jelenleg a kivik. Ez két darab ilyen golden kiwi, ennek darabja 300 forint. Egyébként nagyon-nagyon finom, de szintén fotózás miatt hoztam, tehát egy különleges ilyen finomságnak, reggelinek a tetejére kell belőle néhány szelet, hogy mégis jól mutasson, de a szimpla kiwi is teljesen használható hozzá. Ez csak az én igazából szeretetem miatt jött velem. Itt van egy kis biocitrom, ez mindig van itthon, bent tartom a hűtőben, és lehet használni ugye a héját, ezért szeretem a legjobban. Van itt egy tortilla lap, de tervezek készíteni az e-bookhoz egy saját receptet. Mutattam már a csatornán, hogyha valakit érdekel, visszakereshető, de ez most egy spenótos változat lesz, tehát ilyen tök jó színe lesz. Van itt egy fehér csokoládé, ami a valentinnapi receptek egyikéhez kell, mégpedig egy epres fehér csokis ilyen reggeli zapkása-szerű dologhoz, úgyhogy ez is várható lesz. Az éppenséggel egy ilyen különlegesebb fehér csokoládé, bourbon vaníliával a Lidlben kapható, de a szimpla, egyszerű, általam is eddig mindig használ tehát fehér csoki is megfelel a célnak, úgyhogy nem feltétlenül kell ezt a változatot venni. Viszont ez 125 g és 500 forint alatt van az ára, és azt mondták, hogy nagyon-nagyon finom, így netes vélemények alapján, úgyhogy azért is jött. Valamint van itt egy dobozka rukkola, ezt pedig szintén az elbukós receptek miatt hoztam, valamint mi magunk is nagyon szeretjük. Fogok készíteni tonhalkrémet, amihez fogom ezt az új hagymát, metélőhagymát, nem tudom mi a neve, használni, és kell valami kis zöld még ezekbe a pirítós szendvicskékbe, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a rukkolát választom, de egyébként bármivel elkészíthető otthon is, hogyha jégsaláta van, az is jól illik hozzá, úgyhogy mostanában lehet sokszor kapni ilyen különböző salátakeverékeket, eddig egy jó ideje már nem volt kapható, úgyhogy most volt ilyen madárbe, egy rukkola, meg egy ilyen vegyes válogatott ilyen hasonló dobozban lévő is az időben, úgyhogy én ezeket nagyon-nagyon szeretem. Ebben a gigantikus nagy táskában itt van az a dolog, amiről ugye említettem, hogy beszéltünk a csoportban. Valaki belinkelte, hogy majd kapható lesz a Joyának ezek a barista tejei, mert említettem, hogy az Alprost nem kapható, és az volt eddig a kedvencem. Múltkor ugye felfedeztük az Aldiban, a Lidlben a zabtejet, ami szerintem ilyen saját márkás, akciósan 400 forint, teljes áron pedig majd 500 forint lesz, és nem volt rossz, nagyon kellemes vele egyébként a kávé, sőt, szerintem talán még jobb is, mint a DMS barista, de ezekre is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Amint látjátok, ezen is fel van tüntetve, hogy nincs édesítve, ugye csak úgy, mint az alprós változatoknál, és azt tetszett benne igazából a legjobban, hogy nem volt neki mellék íze. Én legjobban a zabot szeretem, ugye ilyen növényi tejből, illetve talán még a rizstejnek az ízét, ezek pedig az egyik egy kókuszos változat, a másik pedig egy mandulás. Ezek így alapvetően növényi tej kategóriából nem a kedvenceim, de bízom benne, hogy nem lesz nekik ez az észrevehető kókusznál, ugye természetesen kicsit ilyen kókuszos, kicsit édeskés, süteményre emlékeztető aroma. A mandulánál pedig nekem ilyen nagyon-nagyon kesernyi és nagyon észrevehető, és nekem nem illik a kávéhoz. Ettől függetlenül tényleg kipróbálom, megnézem, és hogyha jó, akkor is ha
kapható lesz, nem úgy, mint az aprós változat, akkor maradok ezeknél, vagy pedig ugye váltogatni fogom attól függően, hogy éppen hol járunk. Úgyhogy hoztam belőle, és akkor még ebben a videóban le fogom tesztelni így a végén, és akkor meg fogom nektek mondani, hogy mi az első tapasztalatom róla, és akkor milyen lesz esetleg hosszú távon, majd arról is beszámolok. Két darab tej, csak így a szimpla főzésekhez, receptekhez, görög joghurt, mert már elég régóta nem volt itthon, és nagyon szeretem reggelihez igazából használni, mindenféle műzlikkel, kis mézzel a tetején, és múltkor ugye hoztam akácmézet a kimérős boltban, és szeretnék most egy ilyesmit majd készíteni. Hoztam almát egy elbukós recepthez, szeretnék készíteni majd reggelinek való, hát egyrészt palacsintát, ilyen zabos változatot, hogy ne csak zabkása legyen, ugye zabból készítve, ami már sokaknak ugye uncsi, hanem egy ilyen palacsintaszerűség is, illetve majd egy ilyen muffinos, magunkkal elvihető ötlet is. Hoztam leveses vagy leveshagymát, még mindig nem tudom a nevét, de az a lényeg, hogy jó húsos, tényleg sok a leve is, nagyon-nagyon kellemes, édes az aromája, ezt nagyon-nagyon szeretem, talán még így nyársan is tök jó elrágcsálni különböző ételek tetején. Na és akkor itt van a kis megbújt céklácska, hát a világ legkisebb két darabját hoztam el, ennyi szerintem több évre elegendő nekünk, annyira nem kedveljük, de szeretnék készíteni majd egy koszló salátát, amihez mondjuk a negyedét nagyon vékonyan le fogom reszelni, és bele fogom keverni a joghurtos majonézes részbe, ami gyönyörű színt fog kapni, és akkor így alapvetően a koszló salátának lesz egy enyhe rózsaszínes, liláskás árnyalat, ami szerintem itt Valentin napon tök mókás, semmi érdekes vagy mesterséges, ugye adalékanyag nem kerül bele, és ilyen kis minimális mennyiségben nem annyira érezhető a céklának ez a földes aromája. Tudom, sokan szeretik, így alapvetően sütve, főzve minden formában, de én igazából tényleg csak ilyen minimális adalékanyagként szoktam használni, ugye mert egészséges, másrészt pedig gyönyörű a színe, és már azért az is sokat számít szerintem különböző ételeknél, hogy jól nézzen ki. Van itt egy ilyen érett cheddar sajt, most ilyen angliai hetek voltak, hát nekünk már nem maradt belőle semmi. Ugye nem mindig akkor megyünk, amikor ilyen a heteknek a nyitója van, és nem mindig marad belőle túl sok dolog, de ez ugye oda tartozik, és hoztam belőle egyet, szeretjük. Elég ilyen erőteljes, kicsit ilyen morzsálódós állaga van, úgyhogy kis dózisban is elegendő, akár más sajtokkal keverve. Itt van egy bio narancs, ennek egyébként a héját lehet sütikhez, különböző lekvárokhoz, meg ilyen finomságokhoz használni. Szerintem amúgy nagyon-nagyon jól illik eperrel együtt, úgyhogy ezeknek valószínűleg le fogom előre reszelni a héját, és berakom a fagyasztóba, onnan fogom használni, de lehet, hogy egy-kettőt pedig így vékonyan lehántok, és akkor ecetbe bele fogom rakni. Sokan írták, hogy azért nem szeretik ugye a citrusoknak a héját használni ilyen takarítószerekhez, mert ugye kezelve van, hát itt a megoldás, és ezek a narancsok egyébként iszonyatosan finomak. Múltkor már ezt vettük, múlt héten, és nagyon-nagyon édes és lédús, és tényleg finom volt, úgyhogy tudom is nektek ajánlani. A legtöbb esetben idén, amit vettünk narancsot, az nem volt túl kellemes, vagy szottyat volt, tehát nem volt leve, és még ennek tetézéséül annyi mag volt benne, hogy csak na, de ennél még eddig egészen jól jártunk, úgyhogy valószínűleg a legtöbb ilyen bio, organik narancs hasonló helyről jöhet, úgyhogy bízom benne, hogy ez is hasonlóan jó lesz. Itt van egy mozzarella, ami szintén a Valentin napi receptekhez kell, van belőle még egy legalább valahol. Szeretnék készíteni mini szív alakú pizzákat, és akkor ilyen egyszerű ízesítésre gondoltam, ott tényleg csak a forma, meg így az ötlet az, ami kivitelezésre vár, úgyhogy bármivel fel lehet dobni, de úgy gondoltam, hogy nem akarom telipakolni a tetejét, mert akkor ugye kicsit elveszik az egész formának a jelentősége, hogyha mindenféle feltét rákerül, úgyhogy egy finom, egyszerű paradicsomszószra gondoltam, ugye hoztam a mini paradicsomokat, abból is szeretnék felszelni néhányat, illetve van itt valahol egy finom sonka, abból ilyen kis darabkákat akarok csipegetni, de hogyha valaki annyira elvetemült, akkor mini szív alakú kiszúróval meg lehetne őket szurkálni, és akkor úgy lehetne rárakni a tetejére, de hát szerintem én annyira nem leszek elvetemült, bár ki tudja, főleg most, hogy így említettem, még az is megeshet. Itt van a következő táska, amiben először is itt van egy ilyen Lord Nelsonos háromszög tea, azt írja, hogy Fireplace Joy, és szerintem ez valami cseresznyés, igen, cseresznyés megyes változat lehet.
nagyon kíváncsi leszek. A múltkori változat nagyon tetszett mindenkinek, úgyhogy azért is hoztunk ismét belőle. Egy 10 darabos tojás, csak hogy legyen itthon. Különös recepthez így igazából nem gondoltam, hogy használni szeretném. Itt a mozzarella társa, itt van 3 darab öngyújtó, de ez még az Aldiból jött, illetve ez anyájé. Szia anya, látod, választottunk neked ilyen nagyon cuki, lovely feliratos öngyújtót, és itt van 2 mogyoró krémes ilyen csokis riszó, amit nagyon szeretünk, ilyen tejber is igazság szerint nem túl gyakran szoktunk venni, egy mini vaj, mert van még egy kevés a hűtőben, itt van a mascarpone, ami a tonhal krémhez kell, de sajtkrémmel is elkészíthető, itt van 2 darab egyszerű szimpla sajtkrém, valószínűleg csak az egyiket fogom felhasználni a pohárkrémekhez, mert tényleg csak ilyen mini adagot akarok készíteni, de nyugodtan lehet majd növelni attól függően, hogy ki hány személyre szeretné csinálni, de legtöbbször azért a Valentin napi receptek maradjunk annyiban, hogy 2 személyre szoktak készülni, és hát én ilyen mini kis üvegcsíkbe akarom rakni, amit már mutattam, hogy 10-20 forintért az egyik ilyen, nem tudom, ilyen turi jellegű üzletben szereztem be itt Szegeden, és szerintem jól fog hozzá mutatni. Van itt egy csont nélküli sertés comb, ebből pörköltet szeretnék összeállítani majd szerdán. Tudjátok, csak ilyen egyszerű tésztával, valamint tökfőzelékkel. Én nagyon szerettem régen a menzán a tökfőzelékkel ellátott pörköltet, úgyhogy úgy gondoltam, hogy nekem is Samunak készíteni fogok majd tökfőzit, én nagyon szeretem, úgyhogy ez lesz majd akkora kajánk. Van itt ilyen kekszecske, amit egy ilyen porcelán, Lidl-ben vásárolt kekszartóba fogok rakni, amit amúgy semmilyen formában nem mutattam még nektek, de ide hordom és megmutatom, és hogyha kapható, akkor menjetek és vegyetek, mert szerintem nagyon cuki. Tadám! Így néz ki, ez a Pepco-ból van, és van rajta egy cicaszőr, és azt írja rajta, hogy just one more biscuit, úgyhogy igen, ezt így hitvallásunként tekintjük itthon, úgyhogy fel kell tölteni, hogy igaz legyen a kekszes tárolónak a jeligíje. Ez egyébként ilyen porcelános anyagból van. A legtöbben, amit néztünk a Hu-ommal keresztül, mindegyiken volt egy pici hiba, úgyhogy ne nézzétek át az összeset, mert mindegyiken úgy is fogtok találni valami kis bibit, és akkor ilyen levehető szimpla teteje van, és a miénk az üres, úgyhogy majd fel kell tölteni, 1400 forintba került, nagyjából 2 hete vettem, szerintem körülbelül, és szerintem ez egy ilyen Valentin napi kiadás miatt volt náluk kapható, de nekem nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy gondoltam, megmutatom, és hát ezért jöttem a kekszek. Jézus, átkapott a szék! Jaj. Ebben a zsákocskában olajbogyós, ilyen kenyérke van, amit majd a tonhalkrémhez szeretnék lepirítani, hogy a fotókon jól mutasson, majd mindjárt belerakom a tárolójába, hogy nehogy véletlenül kiszáradjon, de most nem akartam hozzá külön én sütni, de szerintem így is megteszi. És van még itt kacsamell, igen, kacsamell, bőrrel, ezt szintén a Valentin napi receptek miatt vettem, majd szépen beírtalom a bőrös felét, és akkor le fogom pirítani, és akkor lehet választani, hogy ki a lazacot, ki a kacsamellet szeretni elkészíteni. Ha jól emlékszem, ez 420 g, 2 személyre szerintem ideális, és 1200 forint volt, tehát nem egy ilyen vészes ár. Úgyhogy nem tudom még milyen ízesítésre gondoltam, valami különlegesebbre. Úgyhogy köretet szintén nem tudom, hogy mit gondoltam mellé, de majd ez is a Valentin napi videóban lesz látható. Úgyhogy tényleg rengeteg recept lesz benne, ugye említettem, hogy lazac, pizza, ez a kacsamell, tehát ilyen napot mi sem tartunk. De úgy gondoltam, hogy nem akarok több különálló videónak készíteni mindenféle ilyen kis rövid változatot, hanem akkor egybe felkerül, és akkor meg lehet nézni, és akkor találtok benne egy kis inspirációt. Itt pedig egy ilyen új, nagy 2 kilós kiszerelésben lévő csirke látható, amit a Lidl-ben vettem. Én már múltkor láttam, hogy lehet ilyen 2 kilósat venni, csak az a probléma, hogy nincs nekem itthon zacskom, tehát nem szoktam ilyen szimpla nylonzacskót tartani, úgyhogy nem tudom, milyen formában fogom tudni ezt szétbontani, vagy mibe tudnám tárolni, majd erre még kigondolok egy megoldást, de lehet, hogy az lesz, hogy muszáj lesz valamilyen zacskót vennem, amiben bele tudom őket rakni. Na mindegy, úgyhogy ezt hoztam el, mert árban jóval kedvezőbb volt, hiszen 1200 volt a kilója. Itt van a 2 füstölt főtt sonka, amit említettem, hogy szeretnék majd használni a pizzás témához, illetve csemege szalámi a hétre, és van itt 2 csomag, összesen 400 g füstölt békön, vagy hát szalonna, hát mind a kettő rá van írva, úgyhogy dönts el az ember, hogy most hogy kell ezt nevezni, és ez pedig szimplán majd egy elbukós recepthez szeretném. Ezt
szerintem 2 hónapja hajtogatom, hogy azért hozom a békönt, mert elbukós recept, de sosem készítettem még el, de majd most talán sikerülni fog. Mindig valami más recepthez felhasználtam, vagy előtte, vagy később magát a békön szalonnát, lehet most is kitalálok valami harmad receptötletet, amire végül is fel fogom használni. Azért hoztam 2-t, hogyha egyet el is használnék, akkor a másik megmaradjon. Úgyhogy többé-kevésbé ezeket a dolgokat hoztuk el, és ezeket a recepteket szeretném majd elkészíteni, és az eddig megígérteket, némelyiket már levideóztam, némelyiket pedig majd még a héten fogom, ugye a kókusztejszínes, fekete rizses, mangós, pudingos dolgot, azt mindenféleképp a héten fogom elkészíteni, be is van tervezve. Múltkor is be volt, bár nem volt kókusztejszínem, úgyhogy nekiálltam, kipakoltam, de nem tudtam elkészíteni, és akkor mindjárt letesztelem, csak így szimplán mind a 2 tejet, és akkor megnézem, hogy melyiknek milyen az íze, és készítek egy kávét, és akkor úgyis megmondom, hogy mit gondolok róla, és hétfőn vagy kedden nagyjából akkor fog érkezni a valentinnapi receptes, inspirációs ötlet, remélem tetszeni fog nektek, illetve azt is, hogy tudtam egy kis segítséggel szolgálni ezzel a videóval, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és tudjátok, hamarosan újra találkozunk, és mindjárt mutatom a tejeket. Wow, jó. Először tök jó volt, mert nem édes, de fú, megkóstolod. Ide rakom. Így hirtelen beleiszol, azt mondod, hogy ó, táj. Utána pedig, ó, no, táj. Figyeld, olyan lesz, ó, de táj. Utána, ó, nem táj. Hát milyen? Vagy ez? Nem fogod érezni amúgy benne. Nem. Szerintem kicsit annyi íze van, mint a tejszínnek. Szerintem igazából. Ez ugyanolyan. Ez egyik kókuszos alapú, másik meg almondos. Megnézed? Hát nem olyan, mint az Alprof. Kokoncsúszor. Na, leteszteltük, megkóstoltuk mind a 2 tejet, és teljesen jó, hogy nem édesek, ez nagyon tetszik benne, viszont mindkettőnél felfedezhető az az alap aroma, ami ugye szerintem nagyon-nagyon jellegzetes. Egy fokkal jobb, mint hogyha édesített lenne, mert azt azért tényleg ki nem állhatom, viszont aki eddig sem szerette a kókusznak az érezhető aromáját, az ezek után sem fogja. Talán amit még így kávéba el tudnék fogyasztani és el tudnék fogadni, azt talán ez a mandulás változat, a másik az nagyon-nagyon érezhető. Ettől függetlenül, hogyha valaki alapjáraton szeret édesen inni kávét, akkor ezek is nagyon jók lesznek, mert alapvetően az a lényeg ennek a barista tejeknek, hogy fel lehet habosítani. Ugye hát nekem nem annyira számít, hogy most felhabosítsam, de hogyha valaki eddig is szerette volna, hogy növényi tejből olyan kávét tudjon készíteni, mint a szimpla igazi, hogy legyen rajta tejhab, akkor ezek elvileg működnek hozzá. Ki fogom próbálni, hogy egyébként lehet-e habosítani. Én egy ilyen French press-szel szoktam készíteni, felmelegítem, átrakom a kis dugattyús részbe, és akkor ugye így kézzel fel lehet habosítani az egészet. Ízre egyébként így, hogyha nem kávéhoz innám, szerintem nem rossz, viszont kávéba szerintem nekem nem lesz a kedvencem, úgyhogy ha lehet majd még valaha, valahol kapni az alprósat, akkor visszatérek hozzá, mert az így önmagában is finom, illetve tényleg kávéban is nagyon kellemes az íze. Ha jól tudom, ott az egyik zapelyhes, a másik pedig szójás, és azoknak nincs ilyen érezhető alap aromájuk, de nem probléma, mert végül is ezt is megiszom kávéval, de ugye nem az életem kedvence, illetve akár lehet belőle valami finomságot is készíteni.